Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. A Honvéd Fesztivál kiemelkedő eseményeként mutatták be Koltai Gábor rendezésében a Pákhoz 1848 a reményt adó győzelem című zenés történelmi játékot. A grandiózus előadásban több százan vettek részt, és ezzel az előadással a csata 170. évfordulója előtt tisztelegtek. Ágyúdörgés, puskaropogás, lódobogás, ismert dallamok és egy grandiózus előadás. A Pákhozt 1848 zenés történelmi játékkal idézték meg a reményt adó győzelmet az ütközet 170. évfordulóján. Az időutazás a csata időpontjára repítette vissza a nézőket, hiszen szeptember 29-én 12 óra 30 perckor ezen a mezőn zajlott maga az ütközet, amely során őrületes lelkesedéssel a magyar csapatok megfutamították Jelasicsot. A pákozdi csata megmutatta, hogy a magyarságban megvan a kellő elszánás, hogy fegyverrel védje meg kivívott jogait. Ez gyakorlatilag egy olyan remény sugarat adott, amit a Honvédelmi Bizottmány is visszaigazolt, ezt ismerjük a történelemből, hogy van esély arra, hogy azt, amit március 15-e után önálló magyar kormány és a többi 12 pont kivívtak, március ifjak és társaik, okos, messzelátó, nagyformátumú politikusok, azt a Bécsi útban ne vonja vissza, és ezt életük árán is akár megvédjék. Ezért reményt adó győzelem. Ez valóban egy nagy felhajtó erőt adott. Ez nincs eléggé benne a magyar köztudatban. Gyakorlatilag én mindig el szoktam mondani, és én azért vállaltam ezt a játékot most el, mert itt látok lehetőséget arra, hogy ne csak megidézzük a történelmet, hanem olyan gondolatokat is próbáljunk sugalni a ma nézőjének, hallgatójának, hogy hogyan is állunk ezekkel a kérdésekkel ma. És azt hiszem, hogy nagyon is aktuális az a mondani való, hogy amit mi kivívtunk, vagy amit mi próbálunk magunk környezetébe összehozni, azt bizony meg is kell tudni védeni. És ha egy szép példát, lelkesítő példát mutat fel az ember, akkor nagyon sokan, megvan az esély, hogy sokan csatlakoznak hozzá. Történettől van szó, nem csupán egy csatának egy ilyen kis stilizált rekonstrukciójáról, hanem ezt elhelyeztük egy egyórás történetbe, öcsém Koltai Gerge csinálta a zenét, ezt elszínházatok lehetőséget arra, hogy az itten nagyszabású látványos körülmények között nagyon sok hagyományőrzővel, lovassal, táncos közülműködővel, és hát nagyszerű kipróbált énekesekkel, színészekkel, munkatársaimmal létrejöhessen. Az mondjuk nehezíti egyébként az ön munkáját, hogy mondjuk tényleg itt van ez a 8 való a huszár, azt hiszem, meg 300 hagyományőrző, hogy azért gondolom, hogy ők nem profi színészek, és nem szoktak ehhez a munkához. Nagyon is nehezíti persze, hát hogy ne. Hát itt azért vannak olyanok, hogy a színészek, akik hát kipróbált színészi, színházi emberek, és ezt pontosan tudják a dolgokat, és hát vannak ilyen értelemben amatőrök, aki hiába tud jól lovagolni, de hát, és főleg, ha ennyien vagyunk, és egy ilyen hatalmas, nagy kiterjedésű szabadtéri színpadon, akkor bizony ez nagyon nehéz. Hát ezt gyakorlatilag hetekig kéne próbálni, de hát ezek a lehetőségek az ember életében soha nem fognak rendelkezésre állni, így azt a nagyon-nagyon rendkívül rövid időt a lehető legintenzívebben, és hát én egy kicsikét harciasan hajszolom ezt, és nagyon nagy a lelkesedés a háttérben, de hát ezt valahogy egységbe kell rendezni, de hát hál' Istennek én ezt nem először csinálom, tehát van némi tapasztalatom abban, hogy ezt hogyan lehet,
kipróbált jó munkatársak segítségével úgy összehozni, hogy a rövid idő alatt mégis egy látványos és egy szép és egy átélhető előadást tudjunk produkálni. Átélhető előadást, és gyakorlatilag azon a helyszínen, akkor, abban az időben, amikor ez a valóságban is megtörtént, ez is hozzátesz valamit, gondolom én. Igen, hát az ember persze színházi ember lévén azt szeretné, ugye, hogyha este gyönyörű fényekkel, világítással, itt csodálatos a naplemente, és hát ugye ezt a díszletet, amit mögöttünk van, azért ezt gyönyörűen meg lehet világítani, de hát fél egykor fog délbe kezdődni, egész egyszerűen azért, mert a csata valóban ekkor volt, rövid ideig tartott, egy órás volt, ezért is egy órás a játékunk, és hát ennek a végén annyira meglepődött Jelasics, hogy elfutott a sereg, ugye hát Petőfi Sándor ezt énekelte meg a Vén zászló tartó című versébe, hogy ott fut Bécs felé Jelasics a nyáva, tehát egy fantasztikus nagy lelki erőt adott ez az akkori magyarságnak. A legegyszerűbb embertől a miniszterekig és a Honvédelmi Bizottmányig és az országgyűlésig bezárólag ugye erre fönnmaradtak különböző megnyilatkozások. Tehát ez egy közösséget, a közösen átélt diadalnak vagy sikernek az ereje az mindig összetart és az összekovácsolja. Hát, ha még ez is benne van, vagy benne lesz ebben a játékban, mint üzenet, akkor én nagyon boldog lennék, mert nekünk eljön Magyarországon iszonyatos szükségünk lenne, hogy ebben a sok-sok széthúzás közepette itt legalább a nagy lényeges kérdésekben ugyanazt gondoljuk és mondjuk, mint őseink tették ezt 170 évvel ezelőtt. A zene Koltai Gergely munkája a Kormorán lendületes és jól ismert dallamait a műfaj ikonikus képviselői tolmácsolták. Varga Miklós énekest évtizedekkel ezelőtt ragadta magával ez a műfaj. A magyar történelemből tudunk újra és újra meríteni. És akkor is, amikor kevésbé dicsőséges vagy dicsőséges korszakból merítünk, akkor is ezek a magyar történelem részei, vállalható részei, és hát nagyon szép dolog megidézni egy bizonyos történelmi időszakot. Az is egy ilyen érdekes momentum ebben a Pákozdi csata jelenetben, hogy gyermekeivel játszik együtt, ez milyen érzés? Igen, ez most már kezdek hozzászokni, hiszen ez már, ha jól számolom, akkor a harmadik olyan közös darab, aminek mindegyiknek a Koltai Gábor volt a rendezője, és én rettenetesen büszke vagyok arra, hogy a Gábor megszerette a gyermekeimet, és nagyon szívesen dolgozik velük együtt is, úgyhogy hát kezdünk összeszokni szép lassan. Az Esztrád Színház, valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség előadásában 150 gyalogos, 70 huszár, 80 táncos és több száz ifjú nemzetőr vállalt szerepet. Szombaton délelőtt közös sétával hívták fel a figyelmet a merrák elleni küzdelem és a szűrővizsgálatok fontosságára. A séta az országalmától indult, és a Palotai kaputéren felállított Richter egészségvárosban ért véget, ahol a szakemberek egyebek mellett a mell önvizsgálatával kapcsolatos kérdésekre is válaszokat adtak. Évánál 30 évesen diagnosztizáltak melldaganatot. A legtöbb kellemetlenséggel járó kezelésen átesve ma már gyógyultnak mondhatja magát. Több száz társa mellett azért jött el a rózsaszín lufis felvonulásra, hogy felhívja a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára. 2011-ben diagnosztizáltak, akkor voltam 30 éves. Nagyon váratlanul ért a dolog, nem nagyon hitt benne senki, hogy ez rossz indulatú is lehet, de sajnos az lett. Úgyhogy először kemoterápiát kaptam, aztán utána műtöttek, hogy kisebb legyen a műtéti terület, így nekem megmaradhatott a mellem. Utána biztonság kedvéért sugárkezelést kaptam. Sajnos nyirokáttétem volt, úgyhogy a nyirokcsomóimat eltávolították, így annak vannak még utókezelései. Egyébként most már túl vagyok az 5 éven, úgyhogy azt mondják, hogy már majdnem gyógyult vagyok. Még én nem nagyon hiszek benne. Viszont nagyon fontosnak tartom, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy még a fiatalokkal is történhet bármi. Nem szabad ezt szégyelni, mert nagyon sokan még a család elől is titkolják ismerősök között, hogyha probléma van. Én úgy gondolom, hogy az a biztos, hogyha beszélünk róla, mert úgy kaphatunk segítséget is,
és ez nagyon fontos szerintem, hogy időben felfedezzünk bármit. Én most felírtam a beszédemet, nem szokásom, de mivel fontosnak tartom minden szavát, ezért én most papírról fogom előadni. Evidenciákat fogok sorolni. A Föld kering a nap körül. Az emlőrák nem előzhető meg. A Föld gömbölyű. Az időben felfedezett emlőrák legtöbbször gyógyítható. Az ég kék, a fű zöld, és az emlőrákot pedig egyetlen módszerrel lehet felfedezni időben, a szűrőmammográfiával. Csak az nyer, aki mer, az nyer. Aki meghívót kapott a szűrésre, az emlőszűrés, annak el kell mennie, mert életmentő lehet. Hazánk Magyarország. Tegyen, hogy egészséges legyen, és hogy az is maradjon. Ne dohányozzon. Liegve, kimelegedve mozogjon legalább hetente kétszer. Tartsa súlyát az ajánlott határokon belül. Alkoholt pedig minél kevesebbet fogyasszon. Én egyszerű tanácsokból áll a világ. De ha semmi más, csak azt az egyet jegyezze meg erről a sétáról, és ezt adja tovább. Mondja el a szomszédjának, a pénztárnál, aki előtt áll a sorban, a barátnőjének, ossza meg a Facebookon, hogy aki meghívót kapott az emlőszűrésre, az menjen el. De a Palotai kapu téren is minden az egészségről szólt. A Richter egészségnap keretében számos vizsgálat, tanácsadás, színpadi produkciók várták a fehérváriakat. Azok, akik részt vettek az ingyenes szűréseken, adománypontokat gyűjthettek, ezzel pedig egy jótékony ügy mellé is álltak. Mert a mai nap a prevencióról és a szűrésekről szól, a lakosság egészség tudatosságát szeretnénk ezzel a programmal erősíteni, és annak érdekében, hogy motiváljuk a lakosságot a részvételre, egy jótékony cél is kapcsolódik ehhez a programhoz. Egy alapadományt ajánl föl a Richter, az egészségváros szervezője, a helyi Szent György Egyetemi Oktatókórháznak. A szűrések a leggyakoribb népbetegségekhez kapcsolódnak, itt például szív- és érrendszeri betegségek rizikó felméréséhez, koleszterin szintméréshez, vérnyomás méréshez, de ugyanúgy van csontritkulás mérés, prostata szűrés és egyéb szűrések. A gyógyszercég 2 millió forintos alapadományához Székesfehérvár önkormányzata további 2 millió forinttal megnövelte a támogatást. A résztvevők vizsgálatonként, tanácsadásonként 300 forinttal tudták emelni az adományt. Ez a mai nap a Szent György Kórháznak egy olyan nevezük ünnepnek, ünnepét jelenti, ami egy hagyományteremtésről szólt itt, mert elindultunk 8-10 évvel ezelőtt a Richter egészségváros programmal, közösen a Richter gyógyszernyárral, ami arról szól, hogy a megelőzés fontosságát, a szűrések fontosságát hangsúlyozni tudjuk. Próbáltam itt a köszöntő kapcsán is az irányba terelni a gondolatokat, hogy az abszolút célunk, hogy egy egészségtudatosan felnővő fiatal generációt tudjunk majd magunk után, akik már úgy érkeznek meg az esetleges problémák küszöbére, hogy időben észlelik a bajt, hogy nem gyógyítani kell őket, hanem csak a rizikófaktoraikat kezelni. Ez nyilván egy kicsit utópia, de azért, hogy azokat a számokat, amit a morbiditási mutatók mutatnak, nagyon-nagyon jelentősen lehet javítani, az egészen biztos. Mi a jövőért dolgozunk, a jövő generációjáért, illetve azokért a középkorú és idős korosztályért, akik már megértették annak a fontosságát, hogy a szűrések rendkívül jelentősége van. Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki egy szívinfarktust például meg tud előzni egy szívkatéterezéssel, vagy rizikófaktor kezeléssel, vagy valaki már túlesik egy szívinfarktuson, és egy romlott állapotban, csökkent funkcióval éli az életét. Ezt meg kell érteni, ez nem egy év kérdése, nem két év kérdése, ez nyilván évtizedeké, de szeretnénk mi itt valamit maradandó üzenetet a jövő felé küldeni, hogy ennek óriási fontossága van, és ezt Fehérvár városával közösen tesszük itt az elmúlt években. Azt gondolom, hogy a számok, a megjelenési mutatók azt mutatják, hogy egyébként sikerrel, egyre többen veszik ezt igénybe, úgyhogy ez egy kisebb fajta ünnep számunkra, és boldogan tesszük a dolgokat. De van egy nagyon fontos jótékony cél is a mai napon, amiben a kórháza kedvezményezett. Így van. Ez most az onkológiai területen dolgozó gyógyászati eszközt kezelő székeket illeti. Ebből az adományból, amit össze fog gyűlni, a komfortot javító kezelőszékeket fogunk venni. Nyilván nem mindegy, hogy milyen komfortfokozaton tudjuk az ellátást biztosítani. Az idén erre szánjuk az adományt. Azok, akik részt vettek a szombati rendezvényen, nem csak saját egészségükért tettek sokat, de az onkológiai betegségekért
betegek gyógyulásáért is, így a szervezők közös célja ismét teljesülhetett. A nap végén kiderült, az összefogásnak köszönhetően a kórház közel 6,5 millió forintos adománnyal gazdagodott. Társadalmi összefogással újult meg egy év alatt Tácon a Szivárványház, amely az autizmussal élő gyerekek és fiatalok integrált foglalkoztatását biztosítja. Leszigetelték a házat, de emellett a tetőt is felújították, sőt még a nyílászárókat is kicserélték. Mindannyian mások vagyunk, bár egyben másban. Ünnepség kékben, az autizmus színébe öltözve énekeltek együtt diákok a megújult intézmény avatóján. A családi házban 2006 óta működik autista iskola, de az épület sokkal régebb óta áll itt. A ház még a 70-es években épült, és azóta tulajdonképpen semmi különösebb felújításon nem esett át. És amikor a tető elkészült tavaly szintén egy pályázati támogatás segítségével, azt gondoltuk, hogy megoldottuk a problémát, de nem, mert továbbra is hideg maradt az épület, és nagyon nagy szükség volt arra, hogy egy ilyen külső szigetelést kapjon, és nagyon nagy segítség ez számunkra. A rekonstrukciós munkálatok során leszigetelték a szivárványházat, felújították annak tetőszerkezetét és a nyílászárókat is kicserélték. A több millió forintos beruházás társadalmi összefogással valósult meg. Cégnek a jövő generáció alapítványa, aki kimondottan azt a célt tűzte ki, hogy a felnövekvő gyermekeknek és a fejnövekvő jövő generációjának próbáljon az életminőségét javítani, és ennek volt egy pontja a tavaly előtti tetőfelújítás, és most pedig ugye, ami kimondottan közel áll a céghez, a homlokzati hőszigetelő rendszernek a megújulása, illetve az energetikai felújítás, amivel részt tudtunk venni. Akkor a cég számára nem kérdés, hogy a jó ügy érdekében tegyen. Igen, ez nagyon fontos számunkra, hogy azon kívül, hogy igyekszünk sikeresek lenni a gazdasági életbe, nagyon fontos, hogy mellette meglegyen az egyéb küzdeten szűk környezetünkben lévő szerepvállalás, ami nem a gazdasági eredményekről szól, hanem egy picit arról, hogy hogyan tudjuk javítani a közvetlen környezetünket, hogy tudunk tenni azért is egy picit. Miben segítette az intézménynek a korszerűsítését a cég? Maga az energetikai felújítás, ugye a korszerű nyílászáró cserék után a homlokzati hőszigeteléssel folytatódott az idei évben. Maga a homlokzati hőszigetelés az energetikai hatékonyságnak egy fontos eleme. A fűtésköltséget tudja csökkenteni így a fenntartó önkormányzat, illetve a bent lévőknek, bent dolgozóknak és a bent tanuló gyermekeknek is a belső közérzet egy sokkal jobb, nem egy hűs falat fog érezni, aki bent tölti az idejét a téli időszakban, hanem egy kellemesebb, hőérzetű környezetben tud tanulni és dolgozni. Az iskola 2 millió forint támogatást is nyert a közelmúltban pályázati úton, így a külső megújulás mellett fejlesztő eszközöknek és szakmai továbbképzéseknek is örülhetnek mostantól a gyermekek és a pedagógusok egyaránt. Kapros joghurtos uborka, sósvajas kukorica, tökmag, lúdláb, csak néhány íz, amit itt Fehérváron immár fagyizás közben is érezhetünk. Damnicki Balázs a hagyományos ízek mellett keresi folyamatosan az újdonságokat is, és emellett csak a hagyományos alapanyagokra esküszik. Ezeket a fagyikat most már a főutcán is nyalhatjuk. Bizonyára már sokan tapasztalták, hogy újabb cukrászműhely nyílt a belvárosban. A Damnicki fagyi most már a Sétál utcában is jelen van. Az üzletbe betérve pedig könnyen elveszik az ember a fagyi rengetegben és az impozáns torta szeletek között. Bizony nehéz választani. A műhely a hagyományos ízek mellett ügyel arra, hogy folyamatosan változzon, fejlődjön, új ízekkel kísérletezzen. És hogy mi a sikertitka? Damnicki Balázs a hagyományos minőségi alapanyagokra esküszik. Már 92-ben megnyitottuk az új csörőti üzletünket, 98-ban a Távirda utcát, és folyamatosan kaptuk a vásárlóinktól, vendégeinktől a visszajelzést, hogy jó lenne, ha a főutcán lenne egy beülős helyünk a nyári forgatagban, akár augusztusban a nagy rendezvények idején, jó lenne hozzánk beülni. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ideje lesz meglépni ezt a dolgot.
mondtad, hogy beülős hely. Tulajdonképpen mit ad ez a cukrászda a fehérváriaknak és azoknak, akik ide látogatnak hozzá? Hát a termékeinket már remélem, hogy azért Fehérvár apja nagyja ismeri. Tehát a Vörösboros Máránától a Somlói Revolúcióig, amire ugye különösen büszke vagyunk, vagy büszkék vagyunk, tehát megtalálják ugyanúgy itt, és ami a helynek ugye a különlegessége, tehát a számunkra, hogy bent le tudunk ültetni 35-40 vendéget, illetve van egy jó kis teraszunk, ami tavasztól késő őszig a vendégek rendelkezésére áll. Hogyan veszitek észre egyébként? Van arra igény, hogy az emberek leüljenek a fagyival? Mert ugye általában megfogják, megveszik, és akkor mennek is tovább. Vagy itt maradnak helyben, és azért még kóstolgatnak. Hát remélem, hogy a mi fagyink tud annyit, hogy érdemes róla beszélni. Érdemes megnézni, a falon vannak nagyon klassz táblák, ahol büszkén mi elmondjuk azt, hogy mit is tud a fagyink, ugyanis tehát nem használunk festéket, aromát, állományjavítót, habosító anyagokat, és ezt a lányok úton útfélen minden vendégnek próbálják átadni, hogy tudják, hogy ez nem egy hétköznapi szokványos fagylat, hanem valami több annál, és ezzel a fagylattal érdemes leülni. Változik a fagyizás kultúrája? Folyamatosan, hála Istennek az emberek egyre tudatosabban étkeznek, úgyhogy megnézik, hogy mit esznek. Úgyhogy ebbe mi már ugye évek óta részt veszünk, és mi ezt tudatosan alakítjuk. Mi ezen az úton már réges-régen elindultunk. Ez mit jelent? Hát, amit az előbb is mondtam, tehát, hogy festékek, aromák, állományjavítók nélkül minél természetesebb anyagokkal kell, hogy készüljön egy sütemény vagy fagylat, és ami másik nagyon fontos, hogy környékbeli termelőktől vásároljuk a tejet, akár a gyümölcsöt is. Tehát regionálisan minél jobban megpróbáljuk a közelből beszerezni ezeket a hozzávalókat. És hogyha jól tudom, akkor szerettek az ízekkel is kísérletezni. Milyen különlegességekkel találkozhatnak itt, akik ide betérnek? Hát a fagylatválasztékunk az 46 fajta itt a fő utcai üzletben. A teljes szortimentünk az kb. 80 fajta fagylatot tesz ki, amiből ugye kb. 25-30 fajta, ami alapíz, aminek mindig meg kell lennie, és a többi az meg folyamatosan cserélődik, mindig hozunk valami újdonságot, ez napi szinten változik. A kollégákkal, hogyha összülünk, éppen kinek milyen agymenése van, ha lehet ezzel a szóval érni, és mindig kitalálunk valami új dolgot, ami szokatlan. Egy-két extrémebbet ki tudnál emelni, hogyha jól tudom, az édesek mellett sós fagyiaitok is vannak, illetve tényleg egészen különleges. Szerintem a zöldségfagylatokra gondolhatsz. Bazsalikomos cékla, kapros joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, tehát vannak ilyen nagyon extrém különlegességeink akár fagylatból, süteményből inkább az egzotikus fűszerekkel próbálunk játszani. Most készítettünk egy francia stílusban egy úgynevezett tartot, ez egy mini tortácska, ami egy tejcsokoládé és egy tonkabab, egy egzotikus fűszernek a keveréke. Nagyon harmonikus kis sütemény, érdemes megkóstolni. Beszéltünk ugye már a fagyizás, fagyi kultúra fejlődéséről, süti kultúra fejlődik. El tudják engedni az emberek a hagyományos csoki vanília eper fagyit, illetve el tudják engedni a francia krémest? Kétfajta vendégünk van. Az egyik fajta ragaszkodik a klasszikushoz, és az Isten szerelmére sem próbál ki semmilyen újat. A másik véglet, aki meg napi szinten keresi az újdonságot, és még az újdonságból sem menné meg legszívesebben kétszer ugyanazt. Úgyhogy ketté nyílt az olló. Hála Istennek, nekünk olyan vendégeink vannak, akik nyitottak minden újdonságra. Milyen terveitek vannak még a jövőre nézve? Hát a téli időszakban, mivel most már itt vagyunk a belvárosban, egy nagyon komoly szaloncukorválasztékot szeretnénk majd bemutatni. Ez is ugye a hozzánk legközelebb álló stílusban, ugyanígy, tehát valódi csokoládéval, nem bevonó masszával, valódi gyümölcsből készült zselé szaloncukrokat fogunk készíteni, ami nem tartalmaz aromát. A Mészáros Pincészetnek a vörösborával, amit ugye már évek óta partneri kapcsolatban vagyunk, és szerintem talán az ország legjobb vörösbora. A Vörösboros Mána fagylatunk mintájára készít egy szaloncukrot, de ugyanez lesz birsalma, vilmoskörte pálinka, ilyen kis egzotikus különlegességek, azt is környékbeli termelőktől, környékbeli pálinka főzőknek a pálinkájával fogjuk bolondítani. A megnyitón mindenkit szívesen láttak egy gombócfagyira vagy egy szelet süteményre. Az eseményre ellátogatott a város polgármestere is, aki, mint azt elárulta, bármikor vevő az édességre. Az pedig külön öröm, ha tőzsgyökeres székesfehérvári manufaktúra működik a városban. Remélem először is a mosoly helye lesz, ennyiben nem lesz más, és tényleg jókedvű embereket fogunk itt látni, fiatalokat, idősebbeket, családokat, barátokat, akik jót beszélgetnek, és közben van nagyon finomat, és nagyon minőségit esznek, isznak, hiszen azt gondolom, hogy Damlicki Balázs is egyet, a Damlicki név az a minőséget is, és Székesfehérvárt is jelenti, és örülök, hogy most már ez a belváros közepén is egy csodálatos környezetben elérhető. Képzeljük, hogy kézműves munkahelynek, meg boltnak, meg ilyen baráthelynek is van külön áldása. Hát röviden fogom mondani, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Isten, aki az embert kezének művei fölé helyezte, legyen mindnyájatokkal és a te lelkeddel. Az áldást követően elérkezett a pillanat, amire mindenki várt, a kóstolás. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, maradjanak a Fehérvár TV-n továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd önöket. Viszontlátásra!